Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Tárgyalás. Tanúkat hallgattak meg a szekszárdi kórházban elhunyt gyermekügyében. Jó ideje nincsenek Tolna vármegyében autólopások. Jellemző a sok jogosítvány nélküli sofőr. Hagyományőrző rendezvény. Vince nap Dombóváron. Legalább 1,5 milliárd PET-palackot hoznak forgalomba évente Magyarországon. 70%-át soha nem hasznosítják újra. A szekszárdi járásbíróságon folytatódott a tárgyalás, amelyben az ügyészség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett, gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat a Tolna vármegyei Balassa János kórház orvosával és ápolójával szemben. Ezúttal tanúkat hallgattak meg az ügy kapcsán. Az első rendű vádlott ápolóként, míg a második rendű vádlott szakorvosként dolgozott a szekszárdi kórházban, ahová 2020. október 24-én koronavírus gyanúval vették fel a sértettet. A gyermeknél vele született betegsége folytán nyelési elégtelenség, illetve a fennálló heveny garatpandulla gyulladás okozta esetleges garatreflex gyengeség állt fent. Ezokból csak pépes ételt fogyaszthatott volna, amire a sértett gyermek édesanyja fel is hívta az ápoló és a szakorvos figyelmét. Az ápoló később a szakorvos beleegyezésével mégis általános ételt adott a gyermeknek, figyelemmel arra, hogy reggel a sértett komplikáció nélkül el tudta fogyasztani a normál reggeliét. Ezt követően észlelték, hogy a gyermek fulladozni kezdett, majd később orvosi beavatkozás ellenére életét vesztette. A vád szerint a vádlottak foglalkozási szabályt szegtek. A tárgyalás mostani szakaszában tanúkat hallgattak meg. Az elhunyt gyermek édesanyja azt nehezményezte, hogy a tanúként meghallgatott, korábban ügyeletes orvosként dolgozó személy nem írta elő a pépes étel használatát a beteg felvételénél. A vádlottak korábban tagadták a bűnösségüket. A tárgyalások nem zárultak le, az ügy tovább folytatódik. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint sokan ülnek vezetői engedély nélkül volán mögé. Debreceninél Farkas Edit tájékoztatása szerint jó ideje nincsenek vármegyénkben autólopások. 2024. január 22-én hétfőn, egy 24 óra alatt Tolna vármegyében a kollégák 4 olyan sofőrt vettek őrizetbe, akik vezetői engedély hiányába ültek a volán mögé. Közülük az egyik, egy dombóvári férfi, olyan autóval vett részt a forgalomba, amelynek a tulajdonosa tudta és beleegyezése nélkül vitte el a kocsit. A hölgy feljelentést tett. A férfi Dombóváron mondták igazoltatás alá a kollégák, ahol kiderült, hogy jogosítványa nem rendelkezik, kresszvizsgát soha nem tett, és elismerte, hogy valóban nem szólt a tulajdonosnak, hogy használni kívánja az autóját. Ezen kívül a szonda is pozitív értéket jelzett a fiatalembernél, ezért előállították további mintavételre, mivel tagadta, hogy a vezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztott volna. Az alkoholos befolyásoltság tényét, mértékét szakértő vizsgálja. A férfit a bűncselekmény miatt gyanúsítottként hallgatták ki, jármű önkényes elvételének büntette, illetve az elkövetett szabálysértés miatt, és őrizetbe vették. A sajtóreferens elmondta azt is, hogy viszonylag sokan ülnek alkoholfogyasztás követően a volán mögé Tolna vármegyében, ami rendkívül baleset veszélyes a reakció idő csökkenése miatt. Most rövid híreink következnek. Fekete füstben úszott Őcsény és környéke, a reptér mellett raktak tüzet. A tevékenységet engedéllyel végezték, melyet a Tolna vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság adott ki. A füst mennyisége és színe miatt az ügyet vizsgálják az illetékes hatóságok, így tájékoztatást nem állt még módjukban adni szerkesztőségünknek. A fejleményekről nézőinket a későbbiek folyamán fogjuk tájékoztatni. Tetejére borult egy személyautó január 23-án reggel Zombán. A baleset helyszínére a szekszárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították és a kerekeire állították a félpályát elzáró járművet. A gépkocsi sofőrje önerejéből hagyta el az utasteret. Idén 20 esetben vonultak Tolna vármegye lánglovagjai közlekedési balesetekhez, amelyeknél összesen 18-an sérültek meg, míg további 2 ember életét már nem lehetett megmenteni. 110 millió forintot fordítanak fogorvosi rendelő és szolgálati lakás kialakítására Nagymányokon a terület és településfejlesztési operatív program plusz keretében.
A projekt a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumi együttműködésben valósul meg. A beruházás tervezett befejezése november utolsó napja. A 260 fővel rendelkező Szekszárdi Bartina Néptánc Egyesület 2023-as éve fellépésekkel teli volt, ez idén sem lesz másképp. Az esztendőt már javában megkezdte a csoport, a múlt héten a Babits Mihály Kulturális Központban láthatta őket a közönség. 2024 hátralévő része is számos eseményt tartogat az Egyesület számára. Most pénteken, hosszú kihagyás után, ugye a Covid óta nem volt Bartinás gyerekfarsang, ami hatalmas élmény mindig a gyerekeknek, ez most pénteken, január 26-án lesz itt a Babitsban. Ilyenkor a pici gyerekek, az előképzősök, ők egyéni jelmezbe öltöznek, a nagyobb csoportok pedig már önálló műsorral, produkcióval készülnek jelmezbe, és utána késő estig bálozunk Gáti László zenéjére. A Tolnai Művelődési Központ és a Déri Népprogram sorozat együttműködése lehetővé tette, hogy jelképes összegért megtekinthessék a nézők Herceg Ferenc Kék Róka című művének feldolgozását. Ez a projekt lehetőséget kínál arra, hogy a kisebb településekre is minőségi előadások jussanak el. A Tolnán most ez a második produkció, a tavasszal vagy nyár elején volt a János Vitéz, és azt követően még lett volna egy produkciónk, de sajnos az technikai okok miatt nem tudtuk megvalósítani. Úgyhogy most ez a mostani a Kék Róka, és sikerült még egy produkciót kapnunk, ami valamikor tavasszal majd megvalósul, és hogyha igaz, akkor az pedig a Herceg Ferencnek az Ördög című produkciója lesz. Hagyományos vincenapi rendezvény szervezett az Éles Simon Kertbarát Egyesület Dombóváron. A szőlőgazdák a korábbi évek gyakorlata szerint a helyszínen megvizsgálták a vesszőket, és próbáltak következtetéseket levonni az idei terméssel kapcsolatban. A dombovári borkedvelők disznótoros vendéglátással készültek a vincenapra. Páldi Ede, az Egyesület elnöke hívta fel a jelenlévők figyelmét a Szent Vince napjához kapcsolódó hagyományokra, népszokásokra, és invitálta a közösséget a hétfői szabadtéri programra. Hát a mai rendezvényről leginkább azt szeretném elmondani, hogy miután ugye január 22-én van a Vince nap, ami hétfőre esik, ami munkanap, ezért úgy gondoltuk, hogy a mai nap ünnepeljük meg a Vincét, amit hagyományosan kinn a Szőlőhegyen szoktunk csinálni, de most sem adjuk föl ezt az elképzelést sem. Az eseményen megtelt a Német Közösségi Ház nagy terme. Különböző kézműves borokat és pálinkákat lehetett kóstolni, amit a gazdák saját maguk készítettek. Úgy látszik, hogy sikeres az elképzelés, mert az 55 tagunkból 50 bejelentkezett erre a mai rendezvényre. Ehhez hozzájárul ez a szép napsütéses idő is, ami van. Remélem, hogy mindenki jól fogja érezni magát. Az összeszokott csapat nagyon jó hangulatot varázsolt, és méltóképpen ünnepelte a vincenapot. A dombovári borászok jó termést remélnek az idei évben. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. A dombóvári Gábor Sándor és felesége, Gáborné Cseh Katalin cukrászmesterek látták vendégül, és avatták be a hagyományos Rákóczi túrós lepény sütésének rejtelmeibe. A Szekszárdi Déli Agrárszakképzési Centrum Csapó Dániel mezőgazdasági technikum, szakképzőiskola és kollégium 9. osztályos cukrász tanulóit. A látogatás apropója, hogy a diákok a közeljövőben részt vesznek egy versenyen, melynek témája Rákóczi János és a nevét őrző magyar klasszikus, a Rákóczi túrós lesz. Rekordnak számít az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. 2023-as éve. 51,2 millió forint adományt fognak ezúttal átadni a magyar egészségügy számára, 23 kórház gyerekosztályának, amelyek innovatív, hiánypótló orvosi eszközöket jelentenek. Számolt be a szervezet Facebook oldalán. Október közepén kezdődött és április közepéig tart, így fél idején túljár már a hivatalos fűtési szezon.
Az első három hónapban a megelőző év azonos időszakához képest 5,4%-kal több földgáz és 4,4%-kal több áram fogyott Magyarországon, jelentette közleményében az Energiaügyi Minisztérium. Azt írták, hogy a felhasznált mennyiségek ugyanakkor még mindig jelentősen elmaradnak a nemzetközi energiaválság előtti szintektől. A 2023-as-2024-es fűtési szezon első felében 156 millió köbméterrel több gázt használt fel Magyarország, mint egy évvel korábban. A hőmérsékleti hatásoktól inkább függő lakossági felhasználás 11,5%-kal nőtt. A PET palackok és alumínium dobozok kötelező visszaváltása 2024. január 1-e helyett fél évvel később, július 1-től indul. 2024. júliusától ezt a megszokott mozdulatot elfelejthetjük. Ugyanis az automata akkor fogja tudni beazonosítani a visszavitt hulladékot, ha az sértetlen, mert nem csak a vonalkódot, hanem a termék formáját is azonosítja a gép. Szekszárdon kérdeztük a témában a lakosok véleményét. Ezzel egy problémám van, hogy kicsi a visszaváltó kapacitása ezeknek az automatáknak, és valószínűleg sor fog kialakulni a visszaváltásnál. Valószínűleg egy víztisztító berendezésre fogom otthon inkább megoldani, mint hogy sorba álljak azért, hogy az 50 forintot visszakapjam. Az egész országban valamivel több mint 2000 automatát helyeztek ki. Nincs erre szükségünk. Nincs. Nem élünk ezzel a lehetőséggel. Semmi műanyag dobozos dolgot nem iszunk. Egy családban hetente akár 10-20 darab műanyag palack hulladék is termelődhet. Rengeteg műanyag palackot használunk, és helyeslem, hogyha vissza lehet váltani, és nem lesz ennyi szemét és hulladék. Csak biztatítom a hozzáértőket, hogy ezt fokozzák ezt a nyomást, hogy mindenki váltsa vissza. Legalább 1,5 milliárd PET palackot hoznak forgalomba évente Magyarországon, aminek 70%-át soha nem hasznosítják újra. Mi nem használunk. Tehát mi ezt megoldottuk egy víz adagoló, vagy pívízes adagolónk van, meg van ilyen kézi víztisztítónk is. Tehát mi nem szeretjük, mi nem használunk. A palackonként 50 forintos visszaváltási díjat voucher formájában, ami levásárolható vagy készpénzre váltható, jótékonysági felajánlásra vagy egy applikációs regisztráció után bankszámlára történő utalással lehet visszakapni. Igen, vissza fogom váltani, de miért kellett? Hát régen, mikor gyerek voltam, akkor is visszaváltottuk. Miért kellett variálni ugye rajta? Akkor is vissza tudtuk vinni a boltba, most is vissza tudjuk majd vinni a boltba. Az EU előírása szerint 2029-ig a PET palackok 90%-át vissza kell gyűjteni és újra kell hasznosítani. Jelenleg ezeknek a műanyag és üvegitalos palackoknak, valamint fémdobozoknak csak a töredékét hasznosítjuk újra, ami hatalmas terhelés a környezetnek. Regionális híreink következnek. Emelkedett a pécsi zebrák ára. Darabonként 35 millió forintot fizetnek értük. Farsangra hangolódtak. Állarcok és bohócok is készültek a kézműves játszóházban Kaposváron. A Magyar Kultúra napjára emlékeztek Pécsen. Ünnepi köszöntő és koncert a himnusz születése napján. Nem volt elég a nagy port kavart 28 milliós darabár a pécsi zebrákért, a keddi pécsi közgyűlésen még 100 milliós emelést szavaztak meg azok megvalósítására. Így már mintegy 35 millió forintba kerülnek majd a festékcsíkokat felfesteni egy-egy zebránál, mondja a polgári oldal képviselője. A városvezetői oldalon azt mondják, drága dolog kialakítani a gyalogátkelő helyeket, ezért kell még több pénz. Zebrák, vagyis gyalogátkelő helyek Pécsen. Ezekből ígért még 28-at a baloldali városvezetés ebben a ciklusban, illetve 3 gyalogos átvezető helyet. Tavaly augusztus végén bruttó 857 millió forintot szavazott meg ezekre a baloldali többség, vagyis darabonként 28 millió forintért épülnének. Most januárban kiderült, ez nem elég, még kell pénz szerintük a pécsi zebrák létesítéséhez. A pécsi polgármester már
a YouTube-on is komoly nézettséget kiváltó videóban cikizik baloldali blogok a 28 millió per darabba kerülő zebrára. Erre most rátettek még egy lapáttal 28 darab zebrát, közel 970 millió forintért, tehát majdnem 1 milliárd forintért. Ez átlagosan 35 millió forint per zebra. A képviselő azt mondja, nem bonyolult és drága műszaki megoldások vannak a háttérben, ezért is érthetetlen, mi kerül ennyibe a zebráknál. Ez csak zebra, tehát itt nincsen sebességmérő, nincsen külön megvilágítás, nincsen gyalogos által vezérelhető átkelés szabályozó eszköz beépítve. Ez most legyünk, nyilván vannak itt tervezési, működési, közmű csatlakozási, meg egyéb plusz költségek is, de gyakorlatilag 10 darab csík. Csíkonként 3,5 millió forintért. A tavaly augusztusi rendkívüli közgyűlésen a gazdasági alpolgármester kérdésünkre azt mondta, rendkívül drága egy-egy zebra kialakítása, ezért kerül a 28 gyalogátkelő és a 3 gyalogos átvezető bruttó 857 millió forintba. Ugye azt tudni kell, hogy nem maga alapvetően a gyalog zebra megvalósítása nehézebben, hanem nagyon sok esetben közvilágítási tervezés kell, és a közvilágítási hálózat bővítése ebből egy óriási tételt tesz ki, és maga a közvilágítás tervezés építése egy külön speciális energiahatósági engedéllyel együtt futó folyamat, ez általában plusz bonyolítja. Ezért most januárban még 103 millió forintos emelésre tettek javaslatot, így közel 1 milliárdba kerülne az összesen 30 gyalogátkelő. Berényi Zoltán szerint nem mindegyikhez kell kialakítani a közvilágítást, mert sok helyen ez adott. Így csak festeni kellene, ezért érthetetlen, mi kerül darabonként átlagban 35 millió forintba ezeken a fehér csíkokon. Jelmezbe öltözhettek, állarcot festettek, vesszőből dísz készítettek és bohócot is varrattak az érdeklődő Kaposváron, az Együtt Árpád kulturális központban. A farsangi programra a Fiatal Családosok klubjának szervezésében várták a kicsiket és nagyokat. Gyerekzsivajtól volt hangos a kaposvári Együtt Árpád kulturális központ aulája. Benépesítették a teret a családok, hogy különböző díszeket készítsenek. Itt a farsang alkalmából nagyon helyes kis bohockákat készítünk. Egy fél óra alatt elkészül, ilyen a feje, és akkor, különböző színekben, másfajta pomponokkal, mindenki ahogy szeretné. Lufiból készült teknős és katica bogár is a programon, de fotózásra is várták az érdeklődőket. Az egyik kézműves állomáson különféle fonásokat lehetett kipróbálni. A rattannal dolgozunk, rattan szívecskét, rattan csillagot készítünk, éppen itt van egy elkészült termék, de hoztam amerikai piros fűzveszőt is, amiből zarzó technikás gyümölcsös kosarat fogunk készíteni. Arra még nem jutott idő, hisz mindenki itt a rattannal van elfoglalva, kislányoknak karkötőt készített, a szívecskékkel és a csillagokkal voltak nagyon elfoglalva, teljesen belemerültek az egészbe, úgyhogy nagyon szeretik csinálni, és a végén pedig a termékeket elvihetik haza. Gyerekek és felnőttek egyaránt kipróbálták a farsangi program foglalkozásait. A fényképezésre majd még szeretném kipróbálni a kosárfonást. Régóta vágyam volt, hogy megtanuljam ezt a fonás technikát, és örülök, hogy lehetőségem volt rá. A farsangi programra a Fiatal Családosok klubjának szervezésében várták az érdeklődőket. Bohócot várunk, állarcot készítünk, amivel akár február 3-án fel is lehet vonulni majd a városi farsangon. Rajzolnak a gyerekek, van, aki esetleg a rajzfelhívásra elkészíti a kis munkáját. Az állarcokat egyébként, ha olyat készítenek, a kirakatokba ki is lehet állítani, ha valaki azt mondja, hogy szívesen felajánlja. Az ingyenes programon minden állomáson készítettek farsangi díszeket, állarcokat az érdeklődők, akik akár maskarába is öltözhettek, vagy különféle ügyességi játékokat is kipróbálhattak. A Magyar Kultúra Napja a himnusz születésének napja. Ebből az alkalomból 1989. január 22-e óta megemlékezünk kulturális értékeinkről. Pécsen a Kodály Központban az ünnepi beszédet követően fellépett a Kaláka Együttes és a Jazz Boys.
A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le egy nagyobb kéziratcsomag részeként és jelölte meg dátummal, csekén, a himnusz kéziratát. Bárhol is élünk magyarok a nagyvilágban, megemlékezünk erről a napról, mondta Zag Gábor Pécs kultúráit felelős alpolgármestere a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepi koncert előtt a Kodály Központban. A magyar kultúra velünk él, minden szavunkkal, cselekedetünkkel formáljuk. A magyar kultúra az, amelyre építhetünk, és amelyre építenünk is kell, és amely megőrzése és továbbvitele mindannyiunk közös feladata és felelőssége, annak érdekében, hogy a felnövekvő generációk méltón képviseljék nemzetünket, hogy tiszteljék, becsüljék, és tovább örökítsék kulturális örökségünket. Az ünnepi beszéd után a kétszeres Kossuth díjas és Prima Primissima díjas magyar együttes az idén 55 éves Kaláka lépett színpadra. Mint mindig magyar költők megzenésített verseit adták elő. Most azonban egy fiatal, de annál tehetségesebb jazz trióval együtt is játszottak. Nehezen is mondanám azt, hogy más műfajban játszunk, hiszen mi azt tartjuk, hogy a vers megzenésítés ugye az ez a más stílusban, mert a vers megzenésítés az inkább műfaj, mint stílus, és mi játszunk népzenéhez közelítő dallamot, játszunk klasszikus zenéhez közelítő dallamot, jazzhez, amit a vers megkíván. Ugye mindig ahhoz alakítjuk a zenét. Ők pedig ugye egy jazz zenekar, nem is akármilyen, és hát nekünk nagyon nagy öröm, hogy jön egy ilyen hihetetlen technikás zenésekből álló együttes, aki szeretne velünk játszani, és szeretne Kaláka dalokat játszani. A Kalákát a Jazz Boys követte, amely egy fúziós jazz-hip-hop trió. Nem túl sűrű játszunk egyébként így másokkal. Van egy pár zenész, akikkel így, mint vendégszereplők játszunk egy párszor, részben a Dominik is, aki ma is játszik szaxofonon, vagy ott van még a Papmukunna barátunk, ő gitározik, de lényegem ez mondom, még nagyon mással nem. Tehát ez egy ilyen, tényleg egy rendkívül dolog, valahogy egyszer ez így eszünkbe jutott, egy ilyen műpás koncert miatt volt egy ilyen kritérium, hogy hívjunk el magunk a vendéget a tavalyi jazzfesztiválra, és jött ez az ötlet valahogy, hála Istennek realizálódott, és azóta egy ilyen kis külön életutat él, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, de hogy ja, ez egy ilyen nagyon különleges összeborulás, tehát példátlan részünkről is, mi nem nagyon szoktunk másokkal játszani. Az együttesek fél-fél órás egyéni koncerttel adtak, majd a végén ugyanennyit közösen. A Kaláka és a Jazz Boys óriási sikert aratott Pécsen a Magyar Kultúra Napján. A jeles napról bővebb információ a Pannon Televízió kulturális magazin műsorában látható. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Tárgyalás. Tanúkat hallgattak meg a szekszárdi kórházban elhunyt gyermekügyében. Jó ideje nincsenek Tolna vármegyében autólopások. Jellemző a sok jogosítvány nélküli sofőr. Hagyományőrző rendezvény. Vince nap Dombóváron. Legalább 1,5 milliárd PET-palackot hoznak forgalomba évente Magyarországon. 70%-át soha nem hasznosítják újra. Csütörtökön szeles, nagyobb rész napos, továbbra is viszonylag enyhe idő ígérkezik, elvétve záporral. A délnyugati határvidéken mérsékelten maradhat a légmozgás. Hajnalban nyugaton kisebb esőre is lehet számítani. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!